Az elmúlt napokban így olvadt el fokozatosan hazánk nagy részén a hó, a tavasz kedvelői azonban egészen biztosan élvezték a szabadban töltött időt. A hét elején sokat sütött a nap, és szinte végig márciust idéző hőmérséklet volt a jellemző. Hétfőn az országos melegrekord sem volt elérhetetlen, Sopron-Horpácson a 18 fokos maximum 2 fokkal maradt el a 2002-es mázai méréstől. A következő napokban viszont jelentős fordulat várható időjárásunkban. Hullámzó frontrendszer helyeződik fölénk, felhős, csapadékos időre, lehűlésre és vegyes halmazállapotú csapadékra is számíthatunk. Igen, hó is hullhat, még ha nem is lesz országosan jellemző a táj kifehéredése. A részletekben azonban bőven van bizonytalanság. Az alábbi térképen például a valószínűségi előrejelzés alapján kirajzolódik, hogy míg kezdetben Európa magas légkörének hőmérsékleti viszonyait egészen jól ismerjük, addig az idő előre haladtával a bizonytalanság drámaian megnő. Az azonos színű vonalak azonos hőmérsékletet jelölnek egy-egy modell szimulációban, de jelen időjárási helyzetben már 2-3 napot követően is jelentősek a különbségek. Jövő hét közepén már csak keszekusza spagettit látunk, nem véletlenül nevezzük spagettinek ezt a térképet. A bizonytalanságok ellenére elmondhatjuk, hogy az érkező csapadék formája kezdetben eső, de péntek estére főként a Dunántúlon egyre több helyen havas eső, hó lesz. Pénteken ketté szakad az ország, a Tiszántúlon még 10 fok felett, az Alpok alján viszont 5 fok alatt alakulnak a csúcsértékek. Szombaton országszerte számíthatunk csapadékra, egyre több helyen havas eső, havazás formájában. Jellemzően 5 fok körül lehetnek a maximumok. Vasárnap süthet ki ismét a nap, bár az ország keleti felén délelőtt még lehet csapadék. 1 és 6 fok közé melegedhet fel napközben a levegő. A jövő hét elején folytatódik a lehűlés, de továbbra sem várható tartósan száraz idő. Az ország keleti és nyugati végein is várható vegyes halmaz állapotú csapadék, megmaradó hóra viszont úgy tűnik csak a hegyekben számíthatunk.